93 éves korában, kedden elhunyt Hildebrand István Kossuth és Balázs Béla díjas filmoperatőr, rendező, a nemzetművésze, a magyar és egyetemes filmtörténet meghatározó alakja, aki a magyar filmművészet egyik legjelentősebb operatőri életművével rendelkezik. Hildebrand István a magyar filmművészet minden műfajban kísérletező operatőre, nemzedékének egyik legtehetségesebb képviselője volt. Olyan egyéniség, akinek munkáját formagazdagság, plasztikus fényhatások, kitűnően választott beállítások és biztos technika jellemzik, emellett bravúros, újító technikai megoldások, optikai trükkök mesteri kivitelezője. Aki minden feladatát úgy közelítette meg, hogy azt kereste, mit tehet hozzá a látvány, a vetített nagyvászon élménye a történethez olvasható a Nemzetművésze díjat gondozó MMA méltatásában. Hildebrand István 1928. szeptember 26-án Budapesten született, 1946-1950 között a Színház és Filmművészeti Főiskola filmoperatőr szakán tanult. Híradó operatőrként dolgozott az Új Magyar Filmirodánál, a Híradó és Dokumentum Filmgyárnál, a Hunnia Filmgyárban, majd a Budapest Filmstúdióban. 1952-1954 között a Színház és Filmművészeti Főiskolán tanított. 1952-1957 között rövidfilm, 1957-től játékfilmoperatőr. 1970-től 10 évig a Mafilm Nemzetközi Stúdió főoperatőre volt. 1986-tól a Pannonia Filmstúdió főoperatőre, 1991-től a Videovox Stúdió produkciós és művészeti vezetője volt. Sajátos megvilágítások kiemelkedő mestereként a 60-as évek legnépszerűbb, leglátványosabb produkcióiban dolgozhatott Keleti Márton és Várkonyi Zoltán alkotótársaként. Ő volt az operatőre az 1965-ben és 1966-ban készült Egy magyar nábob, Kárpáti Zoltán és a Kőszívű ember fiai című Jókai Mór regény klasszikusain alapuló műveknek. Szintén operatőre volt az 1960-as Merényletnek, amiben olyan bravúros vizuális megoldásokat alkalmazott, mint a szubjektív szemszög és a vízszintes síkot függőlegesként ábrázoló felső gépállás. Operatőri munkái között volt az 1963-ban bemutatott Kertes házak utcája című alkotás is, amely formai szempontból közel áll Antonioni filmjeihez, vagy a Fotohaber, ahol autentikus életképeket mutathatott meg a korabeli pesti kolorlokálból. Kiválóan jelenítette meg a 60-as évek végi frizsider szocializmust az 1969-ben bemutatott a Verébis madár című alkotásban. A 70-es években olyan nemzetközi tévésorozatok operatőre volt, mint a Strogoff Mihály és a Mozart. Kevés film akad a magyar filmtörténetben, amely annyira kihasználná a mozi piktoriális lehetőségeit, mint az 1980-as Narcisz és Psicché, Bódi Gábor remek műve. Ebben Hildebrand István operatőr gyakran káprázatosan intenzív fényekben fürdeti a szereplőket, és rendre speciális szűrőkkel koszolja, párásítja vagy tükrözi a filmképet, emelik ki a méltatásban. Utolsó munkáinak egyike a máig közkedvelt, szintén 1980-ban készült a Pogány Madonna volt. Filmoperatőri és filmrendezői munkásságát több alkalommal is elismerték díjakkal és kitüntetésekkel. 1960-ban Balázs Béla díjat kapott, 1962-ben és 1967-ben elnyerte a Magyar Filmkritikusok díját, 1979-ben pedig érdemes művész lett. A Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjét 1994-ben kapta meg, 2004-ben Szkíta Aranyszarvas díjat, 2007-ben Legenda díjat vehetett át. Magyar Filmszemle életműdíjas és Magyar Filmkritikusok díja életműdíjas lett, 2018-ban megkapta a Jameson Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál életműdíját. Hildebrand István 2019-ben Kossuth díjat kapott, a Nemzetművésze díjat pedig 2020-ban vehette át. A róla készült jelenetek egy operatőr életéből Hildebrand István Legendáriuma című dokumentumfilmet 2015. novemberében mutatták be, írja az MTI.